Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Egy kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le a pápai nyomozók a múlt héten egy belvárosi lakótelep környékén. Az előzetes szakvélemény szerint THC hatóanyag tartalmú anyagot találtak a rendőrök. A gyors nyomozati cselekmények Győr-Moson-Sopron megyébe vezették a pápai zsarukat, ahol a kapuvári kollégákkal további 3 kg kábítószergyanús anyagra leltek. Az ügy már a Győr megyei rendőrfőkapitányság hatáskörébe tartozik, tájékoztatott dr. Nagy Ákos rendőralezredes. Dr. Nagy Ákos a pápai rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője tájékoztatta híradónkat a nem mindennapi fogásról. A múlt héten az egyik nap az esti órákban szolgálatot láttak el a nyomozó kollégáim, és gyanúsan viselkedő idegen személyekre lettek figyelmesek az egyik belvárosi lakótelep környékén. Szerencsére a szolgálatot ellátó nyomozók elég ügyesek voltak és szemfülesek. Azt gondolom, hogy ha valaki ilyen munkát végez, akkor egy idő után rááll a szeme arra, hogy más emberek viselkedéséből le tud esetleg olyan következtetéseket vonni, vagy olyan gyanú merül fel bennük, ami talán egy más területen dolgozó emberben nem. Az igazoltatásuk és a hozzájuk köthető gépjármű átvizsgálása során a kollégáim találtak mintegy 1 kg-nyi zsugorfóliázott kábítószergyanús növényi anyagmaradványt. Az előzetes szakvélemény szerint THC hatóanyag tartalmú anyagot fogtak, vagyis kannabiszt. Ezt követően a személyi őrizet bevétele mellett tovább nyomoztunk, melynek során sikerült megállapítani, hogy a lefoglalt anyag az Győr-Moson-Sopron megye területéről származhat. A pápai nyomozók immár kapuvári kollégáikkal együtt folytatták az ügy felderítését. Itt a kapuvári rendőrkapitányság nyomozóival együttműködve további lefoglalásra, illetőleg előállításra, elfogásra került sor. Kapuváron az ottani kollégák segítségével egy másik gépjárműnek a csomagtartójában sikerült lefoglalni további 3 kg-nyi hasonló kábítószergyanús anyagot. Innentől kezdve ugye sajnos a hatáskörünk és az illetékességi szabályok miatt az ügyet azt áttettük a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságra, tehát a nyomozás jelenben már ott folyik. A 4 kg kábítószergyanús anyag értéke mintegy 10 millió forint, mondta el dr. Nagy Ákos hozzátéve. A pápai rendőröknek szerencsére ritkán van dolguk ilyen nagy mennyiségű kábítószerrel. Amennyiben bebizonyosodik, hogy kábítószer kereskedelemről van szó, illetőleg, hogyha a lefoglalt anyag mennyiségben a hatóanyag eléri a jelentős, vagy meghaladja a jelentős mennyiséget, akkor 5-től 20 évig, vagy akár életfogytig tartó börtönbüntetéssel is büntethető ez a cselekmény. Mint megtudtuk, az elfogott pápai személy mellett a rendőrök azt a Győr-Moson-Sopron megyei személyt is elfogták, akitől a gyanú szerint származott a pápára került anyag. Az ügyben tovább folyik a vizsgálat. Tegnapi híradónkban mutattuk meg a Református Gimnázium grafikus növendékeinek félévi mustrára összeválogatott munkáit. Ma az értékelés a festő tanszak bemutatkozásával folytatódott. Katona György tanítványai ezúttal is bizonyították, hogy nem mesterüket másolják, hanem útmutatásait követve új utakat kereső alkotásokat készítettek az elmúlt hónapokban. A festészet sokszor háttérbe szorul a képzésben, először legtöbben a grafikát választják. Így volt ezzel Kovács Fanni is. 9. kijelentettem, hogy egyáltalán nem akarok festő lenni, és hogy biztos, hogy grafikus leszek. Aztán Gyuri bácsi annyira belopta magát a szívembe, hogy inkább csak festőt választottam, mert rájöttem, hogy ez közelebb áll hozzám, mint a grafika. Fanni ma már nem mondana le a festésről, szerinte sokkal nagyobb teret ad az önkifejezésnek. Szerintem sokkal többet ad, mint egy grafika. Jó, nem leszólni akarom nyilván, mert az is nagyon szép, meg precizitás kell hozzá, de a festészethez kell egy olyan szellemi világ, amivel át lehet gondolni teljesen a dolgokat. Nagyobb szabadságot ad? Igen, szerintem sokkal nagyobb szabadságot ad. A refis növendékekről többször is elmondták már versenyeken, kiállításokon, hogy nem utánozzák mestereiket, hanem egyéniségüket megmutatva alkotnak, tudásuk és tehetségük alapján. Ehhez persze támogatást és tanácsokat is kapnak. Hogy merjenek kilépni a biztonságos zónájukból, próbálkozzanak, kísérletezzenek, találják meg maguknak, vagy magukban azokat a rájuk jellemző képességeket. A képzőművészet is önismeret, is nagyon fontos önismeret,
de ahhoz, hogy megismerjünk valamit magunkról, ahhoz láthatóvá kell tenni. És hát ehhez kell a bíztatás. És azt, amikor látja, és tetszik neki is, meg látja, hogy másoknak is tetszik, akkor kezdi elhinni, hogy hát ezt nem kell titkolni feltétlenül. A festők félévi értékelésén is részt vett az összes képzőművészet is tanár, és a végzős diákokkal a továbbtanulásról is szó esett. A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében 2018-ban báb csoport vezető képzés indult a Pegazus Színházban, melyen részt vett Waller Kata is. A Pápai Bábszínház korábbi színésze most a Református Gimnázium diákjaiból álló csoportot vezeti. Az alapok elsajátítása után a Refis Bábozda tagjai most már darabokat próbálnak egy tavaszi regionális találkozóra. Waller Kata csoportvezető maga is egykor refis volt, s kollégista. Itt tartják most a próbákat. 2019. januárjában indult a munka egy nagyon jó csapattal. Waller Kata éveken át láthatta, hogy Sargadi Nagy László és Vég Zsolt a Pegazus Színházban miképpen vezetik be a bábos világba a kezdőket. Ezeket a tapasztalatokat hasznosította az induláskor. Nagyon szabadságban gondolkozom, egyrészt azért, mert nagyon szerettem azt, hogy a refi egyik elmondata az, hogy szabadon tenyészik, már amikor ide jártam is. És hát úgy, meg úgy voltam vele, hogy tinédzserekkel talán jobb így dolgozni, főleg művészeti képzésben résztvevő alkotókedvű tinédzserekkel, hogy én nem mint egy diktátor legyek itt, vagy nem mint a fő megmondó ember, hanem mint aki az ötleteket a megfelelő mederbe terelgető emberként vagyok itt még mindig tulajdonképpen. A csoport tagjai észrevétlenül gyakorlatba ágyazottan tanulták meg a bábozás alapjait. A bábkészítéstől kezdve a rendezésen át egészen a bábokhoz való játékon keresztül tényleg mindent, amit csak lehet, és még többet is. Mi ez a több? Emberileg is sok mindent tanulok tőle. Egy nagyon jó fejember, és bármikor lehet vele beszélni bármiről, és ezt nagyon szeretem benne. Mi egy részpróbán jártunk, ezen nem vett részt mindenki. Egy víjon darabot állítanak most össze. Víjon már a halál szélén áll a kis négysoros versével, a nyakában a kötéllel, amikor ki fog nyílni mögötte a függöny, és egy 2,5 méter magas kereszt körül egy 4-4 részből álló kálvária tűnik fel, amiben a haláltánc ballada különböző szereplői, a bábok még ott vannak mozdulatlanul. Aztán életre kelnek a bábok, ahogy víjon végigjárja a stációkat, a könyörgéseknél pedig piros üvegtálat tart a kereszthez. És a végén felkínálja ezt az üvegtálat a közönségnek. Kiderül, hogy tiszta víz van benne, és tulajdonképpen arra megy ki ez az egész történet, hogy a mondandója az lesz, remélem, hogy át is fog jönni, hogy a megváltás mindenkié, aki kérni szeret, tehát aki kér belőle. Ezt a darabot majd májusban egy regionális találkozón mutatja be a Refis Bábozda, de a pápaiak is láthatják őket, igaz nem ezzel a darabbal, hanem egy könnyedebb hangvételű összeállítással februárban a gimnázium bábos terének avatásakor. Idén is tart nyílt napot a Tűr István Gimnázium és Kollégium a 4. osztályos gyerekek és szüleik részére, akik szeretnének megismerkedni a Tűr 8 év folyamos gimnáziumi oktatásával. A kis gimnáziumban azokat a tehetséges, jó tanuló, jó képességekkel rendelkező gyerekeket várják, akik képesek lesznek arra, hogy 8 év után sikeres érettségi, illetve felvételi vizsgát tegyenek, mondta el Németh Zsolt igazgató. A Tűr kisgimnáziumi nyílt napja január 22-én szerdán lesz, délután 2 órától. Ekkor várják azokat a kisdiákokat és szüleiket, akik érdeklődnek a kisgimnáziumi képzés iránt. A szülőknek az intézmény vezetője fog tájékoztatót tartani. Bemutatom a képzésnek az eredményeit, a részleteit, a 8-osztályos programunknak a céljait, illetve azokat az eszközöket, amiket a tanítás során mi alkalmazunk ebben a képzésben. Ezzel párhuzamosan pedig a diákok megismerkedhetnek a 8-osztályos képzésben tanító kollégákkal, a leendő osztályfőnökkel, illetve egy kicsit képet kaphatnak arról, hogy milyen módszereket alkalmaznak a tanáraink a különböző tanítási órákon. Lesz matematika foglalkozás, egy kicsit idegen nyelvvel, angol nyelvvel is foglalkozunk, emellett pedig még egy apró
tanulásmódszertan és magyar irodalom foglalkozás is lesz. A Tür István Gimnázium, mint tehetséggondozó intézmény, nagy hangsúlyt fektet a jó képességű diákok felfedezésére, majd fejlesztésére. A 8 osztályos gimnázium nagyon jó lehetőséget teremt erre, emelte ki Németh Zsolt igazgató. A Tür 8 osztályos képzése már többször bizonyított. A diákok tanulmányi versenyeken, érettségin, illetve a felvételin elért eredményei azt igazolják, hogy az iskola a kisgimnáziumi képzésben is jól végzi munkáját. A gyerekek körében kedvelt a kisgimnáziumi tagozat. Az igazgató úgy fogalmazott, az idejáró diákok tehetségesek, motiváltak és együttműködőek, így sikeresek tudnak lenni az egyetemeken, majd a munkavilágában is. Itt minden tudást megkaphatok, amire szükségem van, és ez szerintem egy nagyon összetartó közösség, ahova tartozom. Ez is ugye különösen jó érzéssel tölt el, és rengeteg mindenre lehetőségem van, például rengeteg versenyt kipróbálhatok, angol, biológia, kémia, fizika, és én szeretek versenyezni. Az Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskolában tanultam, és mivel amikor még negyedikes voltam, a testvérem már itt tanult, és nagyon sok jó dolgot mondott erről az iskoláról, és én is nagyon megszerettem. Azért jöttem ide, mert ide jött a nővérem is, és nagyon jó iskolának tűnt, és emiatt eljöttem. Szerintem az informatika az nagyon jól tanítják, és emiatt, mivel én azt szeretném a jövőbe is használni. Van egy Lego robot, amit programozunk, és azt kipróbáljuk és teszteljük, és nagyon izgalmas. A negyedik osztályos általános iskolásokat és szüleiket tehát jövő héten szerdán várják a Tür István gimnáziumba. Akik majd a felvételi mellett döntenek, február 20-án és 21-én egy szóbeli elbeszélgetésen vesznek majd részt. A kisgimnáziumba a felvételi jelentkezési határidő február 19-e lesz, tudtuk meg Németh Zsolt igazgatótól. Híreink után nézzük, milyen idő várható holnap. Pénteken is marad még az eseménytelen borongós idő, többfelé köddel, szitálással, északnyugaton helyenként élénk délkeleti széllel. Hajnalban -7.0, napközben -2, +3 fok várható, ennél ismét csak a néhol napos helyeken lehet melegebb. Kedves nézőink, ezek voltak ma esti híreink, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!